Sziasztok, kedves csoporttársaim! Fogadjátok tőlem szeretettel a következő leckémet. Hát igen, ez lenne a lecke. Ezt a képet fogjuk elkészíteni, zöldben és pirosban is elkészítettem. Hát majd meglátjuk, hogy milyen lelkesedéssel vagytok, és hogy pirosban is elkészítitek. Hát kezdjünk is hozzá. Veszünk egy lapot, 900x600-asat, leokézzük, ablak eredeti méret. Hát most egy kicsikét ide teszem félre, hát majd ókor néha ránézek. Tehát készítettem színmintát, mégpedig itt van, ezzel a színmintával fogunk dolgozni, ebből készítünk gradientet először is. A gradient az úgy néz ki, hogy a forma jobbra, a stílus állandó, a szög az jelen pillanatban, most 90 fok, hát nem is tudom, legyen 135 fok, és majd lesz 90 is. És a kockákban nincsen sehol sem pipa, és itt berakjuk szépen a világos, 8 színünk van, a sötét, a világos, a sötét, és sorba megyünk így. Erre a rombuszra koppintunk, vagy háromszögre, nem háromszög, rombusz inkább, és erre koppintunk, és már is megvagyunk, tehát 8 színünk van, 135-ös szög, és itt nem változtatunk semmit, és oké. Amikor itt leokéztük, akkor ugye leokéztam, tehát itt visszamegyünk. Megyünk a háttér mintázatra, erre már nem lesz szükségem, lecsukom. Viszont lehet, hogy itt szükségünk lesz rá, úgyhogy itt is beállítom ezeket a színeket, meg is fordítom, és ez pedig a világos. Igen, ez a sötét, ez pedig a világos, és most látjuk, amit beállítom, hozzáadom az egyéni színekhez, és itt is beállítom a világosat, hozzáadom az egyéni színekhez. Egy, kettőt, és már is készen vagyunk. Most beöntjük az egyik színnel, mindegy, hogy melyikkel, és megyünk a gradientecskénkre, és itt a 135-ös szögre. Na most, amikor ezzel elkészültünk, akkor megyünk, megkettőzzük. Amikor megkettőztük, megint megyünk a gradientecskénkre, habár először ezt kivágjuk. Itt fogod magadat, és körülbelül itt felénél elfelezed, mondod neki azt, hogy másolás és beillesztés. Beillesztés, ezt kitörlöd, erre nem lesz már szükséged, viszont erre beöntesz a gradientből 90 fokosat. Tehát itt változtatod, és oké. És így fog kinézni. Tehát láthatod, hogy viszintesen futnak ezek az erek, vagy nem is tudom mik. A domború vízszintesen fut. És akkor megyünk szűrőkre, a szűrőknél a Muramesterre és a Kopieszre. Most nem a karcra megyünk, hanem a freára. Kivételesen a freára megyünk, és amikor ezzel készen vagyunk, akkor itt, hát nem is tudom, itt ez nem a legjobban történt nekem, mert itt nem viszi be. Tehát igazándiból ezt le kéne még megfordítjuk így, mert nem visz, nem akarja bevinni, tehát megyünk a szűrőkre, tehát ez a széles nem lehet. A Muramesterre és a Kopieszre, látjátok, így most már teljesen jó. Freára, igen, most már teljesen jó. Tehát, hogyha ilyen széles, akkor vagy levágjuk, vagy mindegy. Tehát ezt így csináljuk, és akkor most a következő dolgot tesszük, fogjuk a téglalapocskánkat és a kijelölő pálcikánkat, és itt megjelöljük, és jobb gomb kivág. Amikor ezt kivágtuk, akkor ezt becsukjuk szépen, hogy tudjunk vele dolgozni. A réteget megkettőzöm, és elfordítom. Az igaz, hogy elfordítottam, de itt ráment erre, nem olyan szép, mint itt, akkor fogom magamat nem középtől, hanem mondjuk innentől, ezt itt mondom neki az, hogy kivág. És akkor kivágjuk, és már is jó. Egyesítés az előző réteggel, és amikor ezzel készen vagyunk, megyünk a szűrőkre, a torzításra és a görbére.
A görbénél egy vízszintes tengert választunk, és itt addig fölnyomjuk. Most már azt hiszem, jó is lesz, tehát nem szeretnénk azt, hogy ez itt eltűnjön, tehát hogyha így felnyomjuk teljesen, akkor ez eltűnik itt ennek a vonala. Vagyis nem szeretnénk, hogy eltűnjön, egy kicsike maradjon belőle, és oké, láthatod. A réteget megkettőzzük, és egy függőleges tükrözéssel ide pattintjuk. Hát megnézzük, hogy hol van ennek a széle, majd aztán helyreállítom. Egyesítés az előző réteggel és kézi beállításokkal meg tudom ezt csinálni. Igazándiból nem baj, hogyha így ilyen, tehát nem kell bele semmit se csinálni, megyek a szűrőkre, a torzításra és az ellipszisre. Ilyenkor most meg kellene fordítani, és megfordításkor kézi rétegméretezéssel összehúzni, hogy kitöltse a teret. Itt az arányok megtartásából kiveszem a pipát, és hogy kitöltse a teret. Tehát itt igazándiból mindjárt ki fogja tölteni a teret. Jó, és már is jó lesz, és akkor a másik oldalon is kitöltetjük a teret. És igazándiból csak annyit tettünk, hogy megfordítottuk. Megfordítottuk, már így szép lenne leckének ez, mert nagyon szép, de mi ezzel ugye nem elégszünk meg, hanem még egy rögzítés elmaradt, hanem, nézzétek, ennek kell kijönni belőle. Tehát most megyünk a szűrőkre, a torzítás és a trapéz torzításra, ami azt jelenti, hát itt a, hát igen, ez teljesen kimegyünk a szélére, és itt is teljesen kimegyünk a szélére, és kaptuk ezt. Na most itt egy kicsit érdekes ez, egy picit fölnagyítjuk. Hát lehet, hogy szabad átalakítással fölnagyítom egy picikét, egy 120-ra, és így lejjebb húzom, hogy lássam itt mi van. Most fogod magadat idáig, és kivágod, itt legyen a, ez legyen a támpontod, mert akkor, hogyha itt a sötétig mész el, és akkor itt látod már, hogy itt bejönnek ezek a rudacskák, vagy mit mondjak. Tehát eddig mész el, így kivágod, ahogy én, másolás, beillesztés. Beilleszted, és akkor ezt kitörlöd. Tehát már nem lesz rá szükséged. Amikor ezzel készen vagy, szabad átalakítással még egy kicsit megnagyítod, mondjuk egy, hát, egy 120-ra, és még egy picit kézi réteg méretezéssel meghúzod. Hát, igen, rögzítés, és akkor ide teszed középre. Megnézzük, hogy mekkorának kell lenni. Azt hiszem, hogy még kell húzni, de mindegy, hogyha majd sikerülni fog, akkor kihúzzuk. Tehát, most megyünk a szűrőkre, a szűrőkön belül a torzítás és az ellipszisre. Na most, hogyha felfelé ível ennek a, itt ez a szárnya, akkor jó, ha lefele, akkor nem lesz jó. Akkor az a baja, hogy nagyot vágtál. Tehát minél kisebbet kell vágni, és akkor most réteg méretezéssel ki tudod húzni. Hát körülbelül, úgy mondjuk, hát körülbelül egy ilyen nagyságúra, sőt, még egy picikét itt is kihúzzuk. Az igazság, hogy egyformára sosem tudom ezt megcsinálni. Ez nem, tehát egyformára nem tudom. És akkor rögzítés, rögzítés. Hát például most sem olyan, tehát az az előző sokkal szebb, de sokkal szebb. Megyünk a szűrőkre, a domborításra és a mérsékel domborításra. Tehát nem tehetünk róla. Nem tehetünk róla, tehát ez ilyen. Na most a következő dolgot tesszük. Hát ugye ide rámoljuk, a réteget megkettőzzük, és ide, ahogy sikerül, tehát mindegy. A réteget megkettőzzük, elfordítjuk, és megint ide passzintjuk.
Megint megkettőzünk, mondjuk ezt, és akkor elfordítjuk, ide passzintjuk, bocsánat, igen, és ide passzintjuk. Ugye itt is egyeznie kell, hogyha nem, akkor egy picit ezt beljebb húzzuk, nagyon szuper lesz, és már is jó egyesítés az előző réteggel. Most maradt ki egy még nekünk, de ez, erre szükségünk lesz, tehát ezt is megkettőzzük, és akkor ezt egyesítjük, tehát ez marad így, ahogy van, viszont ezt elfordítjuk a másik oldalra, és ide bepasszítjuk. És még egyszer megkettőzzük, és ide bepasszítjuk ezt is. Az igaz, hogy a szélébe kellene tenni, de majd ezt itt mondom neki, hogy kézi beállítások, középréteg, és akkor így már is oda ment, látjátok? Ezt a kettőt egyesítem, és megkettőzöm. Átdobjuk a másik oldalra. Így, és most már tudsz ehhez tartani. Nagyon szép lett, és akkor ezt kinyitod most már. Csodálatos, kinyitod. És amikor ugye készen vagyunk, akkor nézzétek csak, hogy alakul a helyzet. Hát, egy kicsit nem olyan, de ezt egyesíted, ezt is megkettőzöd, és egyesíted őket, meglátod, hogy hogyan. Tehát ezt így egyesíted, egy itt marad fönt, mert ezt megkettőzted. Ezt egyesíted az alappal. Amíg ezzel dolgozunk, addig becsukjuk a szemet, tehát itt van az alapnál, láthatod. Egy kicsit rétegbeállítások árnyék, hát nem tudom mi baja, réteg, beállítások, árnyék. Nem árnyékot szeretnék, hanem szűrők, domborítás, mérsékel domborítást adok neki. Mérsékel domborítást, és most megyek a szűrőkre. A szűrőkön belül az It's Not So Far, a Filter Unlimited 2-re. Ezen belül az AFS Importra, és megkeresed ezen belül a spirozagot. A spirozagnál ezeket a beállításokat alkalmazzuk, nem kell megváltoztatni, és kaptál egy nagyon szép dolgot, mégpedig itt ezt. Na most itt egy nagyon picit domborítunk, mérsékeltem, hogy látszódjon ez a gyönyörű szép alapunk, akár adhatunk is neki szűrők, A-frámesz, fotofrámesz, egy 35-ös fotofrámét adunk neki. Tehát ez így, és akkor utána kinyitjuk ezt a felső részt, látható, kinyitjuk a szemet, nézzétek csak, itt van. Most a következő dolgot tesszük, ugye ez itt kitölti a teret, itt nem szeretném kihúzni, hogy látszódjon a szép háttér, tehát azért nem húzom ki. Ki is húzhatnám, de nem akarom. Marad így, ahogy van. És akkor a következő dolgot teszem, a réteget megkettőzöm, és ezt a felsőt lekicsinyítem szabad átalakítással, mondjuk 80-ra. Oké, és már is jó. Egy kicsit adok nekik egy kicsi. Egyesítem az előző réteggel, és rétegbeállítások árnyékot adok neki, egy kettes árnyékot. Igen, ennek is adok egy kettes sugarat, oké, és látjátok, már is kész, és nagyon szép. Na most itt, tehát látjátok, hogy nem. Ezt beállítjuk kézi beállításokkal. Tehát itt nem mentem teljesen a szélére, hadd látszódjon ez a szép háttér. Most a következő dolgot teszem. Most belehelyezzük a rózsát. Ez ilyen színű lett nekem, mert majd mindjárt meglátjátok, hogy miért veszem a rózsámat. Itt van a rózsa. Másolás, beillesztés. És amikor beillesztettem,
erre illesztem a háttérre, megfordítom. Szabad átalakítással lekicsinyítem mondjuk. Hát, nem is tudom, 50-re, és akkor picikét megdöntöm. Egy 30-at döntök rajta, plusz a pozitív 30-at, és ezt a rózsát ide helyezem. Egy nagyon-nagyon picikét az átlátszatlanságba segítek rajta, hogy kicsit olvadjon bele, a hátteret megkettőzöm, megduplikázom. Azért duplikázom meg a hátteret, mert a réteget tehát megkettőz, nem, először a rózsával egyesítem, és utána duplikázom meg, majd meglátjátok, hogy miért kell ez. Ez azért kell, mert hát igazándiból lehet, hogy nem kellett volna az alsóra rózsa, mindegy, de így egyszerűbb nekem, tehát így egyszerűbb, és akkor utána megyek a felső réteg, középső rétegen állunk, megyek a szűrőkre, a szűrőkön belül a Flaming PR-ra, a Flood-ra, és itt ezeket a beállításokat alkalmazom, 50, 10, 40, 50, 40, 50, 40, 25, és 0, 33, 40, és oké. Okay. Amikor ezzel kész, hogy hát itt láthatod, hogy nem jó a rózsa, tehát egy picit a rózsát lejjebb rakod, tehát mész és lejjebb rakod a rózsát, tehát így körülbelül, így, és akkor na, látjuk a réteget megkötözni, most csak ezzel vonjuk össze. És akkor alsóra nem kell a rózsa, szerintem. Most megyünk a szűrőkre, és megnézzük, hogy most jól helyeztük-e el. Tehát valószínű, hogy most már jól van, igen, most már jól van a rózsánk, és a következő dolgot tesszük most. Azt nem akarjuk, hogy itt is víz legyen, egyáltalán nem akarjuk, tehát ha azt akarjuk, hogy bent legyen víz a rózsánál, akkor fogjuk, és ezt leradírozzuk innen középtájról, ezt itt, mindet. Leradírozzuk, ezen megyünk rajta, nyugodtan középig radírozhatunk, és itt szépen leradírozik, és nagyon szép. Látjátok? Tehát megkaptuk ezt a... Azt hiszem, hogy még ide is belemehetünk, igen. Ide is belemehetünk, és akkor nem kell... Tehát az alsóra nem kell rózsa. Egyesítés az előző rétege, és már is megkaptuk az eredeti képet. Na most, a következő dolgunk mi lesz? Hát így is nagyon szép lenne, de én most adok neki egy kis színváltozást. Hát behozom a nőcikémet, nem tudom, hogy itt van-e, fogalmam sincs. Ez a piros képem, majd azt is meg fogom nektek mutatni. A hölgyeményem nincs itt, tehát be kell hoznom. Itt van. És másolás, beillesztés. Beillesztés, ide felőre tesszük a hölgyet. Nagyon szép hölgy, szabad átalakítással egy 120-at adunk neki, és már is, hát ide rátesszük ezt a hölgyeményt. Hát úgy is tehetjük, hogy kitesszük a keretre, meg úgy is tehetjük, hogy nem tesszük ki a keretre. Tehát rajtatok múlik, hogy teszitek, körülbelül így tesszük, jó? És akkor most mondjuk azt, szeretném nektek elmondani, hogyha valakinek nincsen mix szoftveréje, akkor szóljon nekem Skype-on, írjon, hogy nekem nincs, és segítek feltelepíteni, esetleg azért, mert nincs telepítve, lehet, hogy azért nincs, de ha a Skype-on rajta vagyok, az ő Skype-en, akkor szóljatok bizalommal, mert keresetek bizalommal, mert este 8 után mindig itt vagyok, és nehogy azért ne legyen valakinek jó a leckéje, mert nincsen telepítve a Nix Software. Tehát megyünk a Nix Software-re, és a Color Effect Pro-ra, itt a kettesre, és akkor itt pedig megyünk, hát nem erre, hanem erre. Erre itt, erre a négyesre, igazándiból
hogy akármelyikre mehetnénk, csak én most azt is nézem, hogy ugye én már kijelöltem magamnak a kis csajocskámat, tehát ide megyünk. Tehát kijelöltem magamnak a csajocskámat, ugye, és hát nem nagyon szeretnék így más színeket. Tehát itt olyan zöld nincs is, mert ezek már mind ilyen libazöldek, esetleg még erre tudnánk menni, de itt erre a négyesre menjünk rá, és amikor erre rámentünk, itt ezek a beállítások azok maradnak, esetleg egy kicsit ezzel tudsz halványítani, esetleg meghalványítod, de nem kötelező az sem. Középtájig, és akkor leokézod, és egy nagyon szép dolgot kaptál. Most ezt az effektet ugyanúgy meg tudod csinálni. Tehát el tudod készíteni a Color Effect Pro-val, csak ennek más a színe szerintem. Tehát erre a négyesre megyünk rá, és már is jó lesz. Na most ezt felülre is fordíthatod, rajtad függ, hogy mit csinálsz, meg alulra is. Én szerintem így sokkal jobban néz ki, hogyha nem az, hogy jobban néz ki, hanem jobban áll, és akkor itt van nekünk a csajocskánk. Hát ezzel készen vagyunk, hogyha valakinek tényleg már a végső esetben nincsen, és nagyon szeretné megcsinálni, akkor ezzel is meg lehet csinálni, ezzel a színátmenettel. Ezzel a színátmenettel úgy lehet elkészíteni, hogy ugye beraktad a sötét zöldet, ugye ez hozzáadod az egyéni színekhez, és akkor most a világos zöld helyett raksz ilyen sárgás zöldet, tehát ezt a zöldet rakod be, vagy talán ezt a sárgát, nem is tudom, valami jó rikítósat kellene berakni, talán ezt. Ezt én most így külön nem mutatom meg, de ezt hát így kell csinálni. Hogyha összevonom a rétegeket, tehát egyesítés az előző réteggel, és amikor összevontam a rétegeket, akkor talán még meg is tudom mutatni. Tehát a kislánynak adunk egy kis rétegbeállítások árnyékot, mert nem akarom, hogy most elveszteni a képen, vagy valami baj történjen vele. Jó, és akkor most, hát lehet, hogy ez 20-as lesz. Aha, és akkor oké. És nem kell más tenned, mint egyesíteni a rétegeket, és ráírni a nevedet. Hát én most ezzel a sárgás zöldes színnel írok. Vituska tutorial. Real. Vituska tutorial. Oké. Leokézzük, és meglátjuk, hogy mit csináltunk. Hát nem valami szép, mert ugye nem is csúnya. Tehát adunk neki egy kis konvertált szöveget képrétegbe, egy kis rétegbeállítások árnyékot, egy mínusz egyeset, és akkor a réteget megkettőzöm, egyesítem a két réteget, és akkor már is jobb lesz, meg még egyszer megkettőzöm. Igen, és amikor megkettőztem, akkor hát itt úgy néztem, mintha az árnyék, egy picikét visszamegyek, mert úgy néztem, mintha az árnyék ilyen szürke lenne. Megnézem itt a feliratban az árnyékot. Hát igen, elég szürke, tehát az árnyéknak ott kell lenni a feketébe. És akkor már is jó, tehát itt már is jó. Tehát azért utána nézzetek utána, ezt itt kidobom, mert szürke volt az árnyék, és megláttam, és azért nem volt szép, azért nem sikerült, mert akár ide is lehetne tenni, hát nyugodtan, mert ha van alatta árnyék, akkor látszik. Konvertál szöveget képrétegben, megkettőz, és nézzétek, milyen szép egyesítés az előző réteggel, egy picit kisebbre vesszük, mondjuk egy 10-zel, oké, és akkor réteget megkettőzzük azért, hogy látjátok, milyen szép most az árnyék. Tehát megkettőzzük azért, hogy tudjunk én magamnak, ráírom a nevemet, és egyesítés az előző réteggel,
egyesítés az előző réteggel. Tehát végeredményben készen van a képünk. Hogyha megnézzük a másikat, hát egy picit, tehát két egyforma képet nem tudok elkészíteni, tudjátok. Itt egy picit vastagabbak lettek ezek a vonalacskák, viszont nagyon szép képet kaptunk, tehát nagyon szép, igen. Két tiétek sem fog egyforma lenni, na most akkor. Tehát elkészültünk a képünkkel, még behozom, nekem van egy ilyen kész dolgom. Tehát azt szeretném nektek megmutatni, először megmutatom nektek még ezt a piros képet is elkészítettem. Ezt a piros képet úgy készítettem, hogy szintén a NYX szufarével festettem be, és az effektet is. Azzal festettem meg a nőt, külön raktam rá. Tehát ennyi, ezt most megmutatom, hogy hogy készítettem. Lehet, hogy nem lesz olyan jó, ugye, hogyha itt a színátmenetbe teszem a pipát, ez nekem már be van állítva, igazán, hogyha ide a szélibe megyünk, akkor már nem látunk semmit, tehát az átlátszatlanság az inkább legyen olyan 10-es. Meg a másikba is legyen olyan 10-es, de az nem jó, mert nem lesz sárga. Tehát ez itt olyan, hát olyan 54-55 legyen, de hogyha leokézzük, de hogyha ezt a zöldet, hogy amit kijelöltünk itt zöldet, azt visszük be, megnézzük, hogy igazándiból ez nincs is bent, tehát ezt is berakjuk a egyéni színekhez, és akkor most ide beviszem a zöldet, megnézem. Tehát a egyéni színeknél ott van, igazán, hát sokat nem változott, sokat nem változott. Hát így, ennyi. Tehát igazándiból, hogyha megnézzük, akkor gyönyörű képet kaptunk, tehát ez is nagyon jó, tehát hogyha így tudjátok elkészíteni, akkor így készítitek. Szűrők, domborítás, mérsékel domborítást adsz neki kétszer, és akkor már is jobban néz ki. És akkor mégsem egyszínű, de azért, hogyha a NYX Soft-e az nincsen meg, akkor azért próbáljatok szólni nekem, és akkor én jövök és segítek. Hát, elkészültünk a leckével, mindenkinek szép napot, és jó munkát kívánok, sziasztok!